rokonok, mindenki úgy hívta őt, hogy napsugárka. Mert állandóan jókedve volt, bolondozott, énekelt, táncolt, Istenén táncolt, táncversenyt is nyert, valami kólóversenyt, válogba járt a édesanyjával, meg a nővérével, és hát egy nagyszerű nő volt, mikor férhez ment, mert nagyon korán árvák maradtak, nagymamám 45 éves volt, mikor meghalt, éppen bálba készült a lányokkal, és vakbélgyulladásba halt meg, akkor még abban meg lehetett halni, és a nagypapám pedig 2 év múlva halt meg, 51 éves korában, szóval rettentő, ők ott maradtak a lányok fiatalon, árván. Az édesanyám az volt a családban a tündér, a tünemény volt. És ezzel a vidám és nagy életet jelző embernek született én utánam, az öcsikém, egy nem éppen normális, hanem dankoros kisfia. És ettől kezdve az édesanyám csak ennek a gyereknek élt. Meg hát nekem természetesen. De olyan vidáman csinálta ezt, hogy mikor meghalt az édesanyám, én már 42 éves voltam, és akkor elkezdtem gondolkozni, hogy te jó Isten, hát most teszem, én soha nem láttam anyukát, még szomorúnak sem. Mindig csak nevetett, viccelt, vidám volt, annyit bolondoztunk egymással, hogy mikor a főiskolára jártam már színvészetire, akkor mindig úgy mentem haza, hogy az ajtót, amikor kinyitotta, ott volt egy olyan kis ablak, olyan rácsablak, akkor betérdeltem, és így mentem be, mert még megszoktuk, hogy ilyen gyerekkori dolgokat megőriztünk egymással, és mindig, ha balettóra volt, akkor eltáncoltam neki ott, és akkor ő is velem táncolt, és az öcsém meg ott nevetett, olyan édes volt. És majd megmutatom a képét az öcsémnek is, meg anyukáiknak is, jó? Édesanyám, mondom, az fantasztikus egy nő volt, és hát zongorázott állandóan, nagyon szépen zongorázott, különösen Chopin keringőket, meg volt egy pár ilyen opera, zongora lettétek, és mit tudom, Don Giovanniból, akkor ebből, abból, olyan szépen játszott, és mindig a zongora alatt ültem, és volt nekünk egy olyan krumpli sütőnk, ami egy ilyen tálacska, egy porcelántál, aminek volt egy nikkelből egy ilyen korona, amit rá kellett húzni dísznek, ami ilyen fantasztikusan megvolt, ki volt cifrázva, és azt tettem a fejemre, mint koronát, és mint elvarázsolt király, és azt, hogy ültem ott állandóan a zongora alatt. És azt kérdezték, hogy miért voltam ilyen szomorú, hogy nem tudom, de olyan szomorkás voltam mindig, mert édesanyám is, hogy Chopineket is játszott meg ilyen szomorú lírai dolgokat, és akkor valahogy engem is olyan fantasztikus érzés fogott el, és annyira ragaszkodtam az édesanyámhoz, és mindahhoz, amit elmesélt, hogy ugye én nem ismerhettem a nagyszüleimet, hiszen fiatalon meghaltak, hogy egy dallamra azt mondta, hogy ez biztos a szegény nagymama nótája volt. Ez a ta-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 
akkora szék volt az én motorom, azt megfordítottam így oldalra, és akkor azon kergettem itt a babáimat, meg úgy motoroztam, az volt az autó. Akkor a gyerekek valahogy megelégedtek ilyesfajta játékokkal is, tudja. Aztán édesem persze nagyon sokat játszott velem, nagyon édes volt, de ami a mondjuk a tanulás volt, és az, hogy jó felfogású gyerek voltam, én már tényleg 3 éves koromban már verseket mondtam, de azt is neki köszönhetem természetesen, mert csak velem foglalkozott akkor. És az édesapámtól meg rengeteget tanultam, mert ő igen szorgalmas ember volt, aki akkor még ugye fiatal emberként, még nem is tudom, volt egy állása valahol a vásárpénztárnál, meg az IBUS-nál, de akkor éjjel még tanult különböző nyelveket, és én azt láttam, hogy hazajön, és megborotálkozik, megmosdik, meg újra tanul, és akkor reggel is azt láttam, hogy már rég fönt van, szóval hihetetlen, hogy mennyit bír tanulni, és sokat is tudott, és minden vasárnap ő vitt magával engem templomba, és mindig utána elmentünk vagy a Szépművészeti Múzeumba, ahol a szerelmem volt az a kép, ami Piombo képnek tudjuk, de ma már azt mondják, hogy lehetséges az, hogy Ráfael volt. Mindenesetre én Piombo szerelmese voltam, és nagyon fájt nekem, amikor egyszer később, 20 év múlva vagy 30 év múlva olvastam a Goda Gábornál egy novellában, hogy őnek is gyerekkorában nagyon tetszett a Piombo. Hát elvesztett tőlem a Piombónak az örömét. Olyan sokat számít az édesapám, olyan jó lehetőséget adott nekem az olvasásra is, nem csak a múzeumokba vitte, akár az ipari múzeumban, ahol volt a repülő, amin a Károly király ment, meg ilyenek, ezeket mind megnéztem természetesen, hanem megvette ezeket az Officina könyveket, ilyen kis alakú, csillagos kis könyvecskék voltak, amik rengeteg dologra ráirányították a figyelmemet. Például itt jelentek meg Montaigne írásai, persze csak egy része. És nekem rettenetesen, én imádom Montaigne mai napig,
aki azt mondta, hogy neki csak a szabad költözködés és az emberi szabadság az a fontos, ez a kettés, a szabad költözködés joga, és ebben olyan is igaza van. És a másik pedig az volt, hogy Montesquieu például azt tetszett nekem benne, hogy elmondta, hogy a boraira volt büszke, nem arra, amit az Esprit de Loire-ban vagy a Lettre persane-ban leír, amitől tulajdonképpen sokkal többet adott a francia forradalomnak szerintem, mint a forradalmárok, vagy akár mit tudom én, Rousseau, vagy akárki, mert olyan érdekesen ír, nem volt érdekes, az el kell, olyan nagy stílű volt, az a borai, azok érdekelték. Én azt mondom, ez a csodálatos magatartás, és például a Rimbaudot azért imádom, mert tulajdonképpen 18 éves korától kezdve már soha le nem írt egy sort sem, mert azt mondta, ő megírta, ami benne volt, és ez valami fantasztikus, hogy valaki 16 éves korában olyanokat írjon, hogy minden sora maga a költészet, tömény költészet, óriási. Ez ilyen. És akkor elment, mit tudom én, mindent csinált, üzleteket próbáltak, aztán végre a lába ugye genyesedett szegénynek, hogy mikor hazajött, akkor már tényleg halálos beteg volt, és akkor el is pusztult. De annyira érdekesek voltak ezek számomra, meg itt olvastam először például a Rákóczi emlékiratait, amit aztán később természetesen meg is vettem, meg ugyancsak itt volt Saint-Simonnak a leírása a 14. Lajos udvaráról, amit szintén megvan nekem teljesen. És őt is azért imádom a Saint-Simont, amiért mondjuk például a Casanovát, vagy például a Madame Sévignét, mert ezek úgy írtak, vagy Mikes Kelement, akit a legjobban szeretek talán a magyar régiek közül, mert úgy írtak, hogy nem tudták, hogy valaha ezt valaki el fogja olvasni, és ettől olyan hihetetlenül őszinték és szellemesek. Én egyszer azt kérték tőlem, hogy a rádióban csináljak valamit, ami nagyon szeretek, ilyen vicces dolgot. Mondom, nem kell vicces, mondom, elolvasom egy levelét a Sévignének, és olyan édes, mert semmiről nem így, csak arról, hogy mit gondolok, hogy kihez ment, kit vett elő a monsieur, a nagy monsieur, tudja, a királynak az egyik fia. És akkor leírja, hát nem fogják elni, hát fantasztikus, ugye lehetetlen, na hát én is azt hiszem, na Isten áldja, ezt írja a lányának, olyan édes, hogy meg kell őrülni. És aztán nagyon érdekesen ír mindenről, és olyan hihetetlenül őszintén és szellemesen, hát tudom én azt, hogy akkor le is másolták a leveleit, és nyilvánvalóan ő is tudta ezt, de ez a hiúság nem is látszik meg ezeken a leveleken, mint ahogy a Saint-Simonon meglátszik az a mérhetetlen utálat a 14. Lajos iránt, mert ő rettenetesen imádta a régenség korát, és hát az neki a nagy ancien regime, az volt az ő világa, és hát az érdekesek, amiket itt leír például az unokájáról, 14. Lajosnak és annak a feleségéről, akik szintén fiatalon meghaltak, és az hihetetlenül érdekes, amiket leír róluk, meg hát azt hiszem, önálló olvastam Rákócziról is, és Ragocki, meg tudja, hát ahogy a magyar neveket szokták. Erről az jut eszembe, hogy nekem nagyon jó barátom, a kedves magyar kiváló operista, baszbariton a Sólyom Nagy Sanyi, és meséli nekem, mondom, hát Sanyikám, te milyen óriási már 15 éve lassan, hogy itten Bayreuthban mindig ott vagy a táblák, jó szerepekben, itt énekelsz, azt mondja, te kérlek szépen, mai napig nem tudják a nevemet, azt mondják, hogy szalámi, szálálálálala, a szalámi, nem mondom, szalámi, akkor jó van, ez mondta Ragocki. Magyar neveket nem akarják tudni kimondani, hát őrület, pedig hát sokkal komplikáltabbakat kimondanak sokszor. Na szóval olyan isteni könyvek voltak, vagy Van Gogh például, Van Gogh levelei, meg Gauguinról, szóval olyan remek, meg most is megvan az egész, még nagyon rongyosak már szegénykék, mert agyon vannak olvasva, de ezek adtak nekem lökést ahhoz, hogy ezeket mind meg is ismerjem a valóságukban, tudja? A szegény uram gyűjtötte nagyon az színészetről való könyveket, és mindent megvett, amit itt talált, úgyhogy ezek is nagyon olvasmányosak. Itt találtam például kinél is, azt hiszem, a Váradinál, igen, egy olyan nem is elbeszélés, hanem olyan emlékezés, hogy a Szuper Károlyra emlékszik, aki nekem volt a dédapámnak a testvére, és ő volt a Fekete Bárány a családban, ott rengeteg fiú volt, és elszökött tényleg azzal a fekete társulatával, akik Fehérvárot játszottak. És itt találkozott aztán Petőfivel is, aki akkor még a régi nevén szerepelt, és nem is tudom, talán Borostyán nevet is vette föl először, és igen, ott írta azt például, hogy megkapám az első szerepet, és a szerepben először is nevet nem keletett. Én a szerepben boldogan, szívemből neveték, pályában úgy is tudom, Land Ok.
sírni még. És hogy mennyire így van, tudja, hogy ez a pálya, sokszor meg vannak ütődve azon, hogy egy színész miért van oda, hogy ezt a szerepet nem, hogy azt nem kapta meg. Hát gondolj el, hogy egy Petőfi, ez a világ zseni, aki ugye 26 éves korára már az egész világirodalmat tudta és megírta, és latinul is verselt, és tudott franciául és németül, úgy, mint magyarul, és olyan szépen levelezett még Bemapóval is, meg ugye, mikor írta a honvédelmi miniszternek is, például Mészáros Lázárnak, hogy kifogásai voltak ellene. Na, a lényeg az, hogy nem csak ő akart színész lenni, hanem még Arany János, aki ilyen introvertált lény volt, az is volt vándor színész, hát nem furcsa ez? Sokszor ő azt mondja, hogy a színész, ugye, sem, mint ahogy a Petőfi apja mondta, hogy szeretném látni, hogy hány zvukfenceket. Hát itt nem arról van szó, hogy valami érdekesség van, amit az életből meg lehet ragadni, és az ember úgy érzi, hogy most olyat adok, amit vissza fog tőletek mindjárt kapni, hogyha megértettétek. És ha visszakapja az ember, annál csodálatosabb élmény nincs a földön. 44 áprilisában a anyámnak a nővére, az férnél volt a nagyjavátyámnál, aki közjegyző volt Maros-Torda megyében, Tekében. Azt mondta, gyertek le, mert itt békesség van, nyugalom van, és Pesten hallom, hogy már bombáznak, és rettegek, hogy ti, mit tudom én, nincs, aki veletek legyen, ugye apám is akkor már külön lakott Budán. És akkor szépen le is mentünk anyukával, a két gyereket, a Zolikával meg velem, és hát ott volt egy olyan nyarunk, tudja, hogy ami szintén az én nevelésemhez hozzájárulhatott, mert ott először tértem valahogy észhez, hogy már akkor már 14 éves lettem majdnem, hát 13 voltam még, ugye már később lettem aztán, amikor az ostrom volt 14, a pincébe lettem 14, de 13 évesen már olyan fejlődő lány lettem, és olyan szép anyagokat kaptam, meg ruhákat a nagynénémtől, amiket ott átalakítottak. Az olyan édes volt Tekében, az egy édes kis falu volt, egy ilyen három nemzetiséges falu, voltak benne románok, szászok is, tehát persze magyarok voltak többségben, akik rém szorgalmasak voltak, gyönyörű volt a táj, és én ott sétálgattam, és mellém vettek egy szász lányt, hogy beszélgessek vele németül. Hát aztán az a Gerda Ackernak hívták, még arra is emlékszem, avval ott sétálgattunk az erdőbe, mindenütt, ahol gombáztak ottan a cigányok, és hoztak finom gombákat eladni, meg hát szamócákat, nagyon jó volt. És hát olyan gyönyörű volt a kert is, tudja, végig volt málnabokrokkal, középen libizlibokrok, oldalt voltak a málnabokrok, és veteményesek, és a kert végében volt a három hatalmas fenyő, és alatt a nyugágyba feküdt anyukám, meg mikor lejött egyszer a keresztanyám, ő is, és akkor a keresztanyám olyan édes volt, hogy azt mondta, na, csinálj nekünk valamit, énekelj. És akkor elkezdtem utánozni a Karádytól, a Ráczalig, mindenkit, Nagykovács Ilonát, és ezek úgy neveztek, én nem is tudom, hogy ez ilyen jópofa dolog, hogy én csak úgy magamtól csináltam. De nem akartam én akkor még színész lenni, vagy valami, csak ilyen magamtól ilyeneket csináltam. És persze ez azért volt, mert az édesanyám meg a húga is, ők is nagyon jó színészek voltak, tudja, és az anyám az inkább énekesnő szeretett volna lenni, de hát arról szó se lehetett, túlságosan úrilány volt egyrészt, másrészt pedig, mikor meghalt az édesanyja, akkor azt mondja, hogy olyan rettentő beteg is lett ő is, és akkor el is ment egy kicsit, úgy érzi a hangja, pedig hát gyönyörű hangja volt. A keresztanyám az meg olyan mókás volt, hogy még férfiakat is úgy tudott utánozni, később is én felnőtt korom, hogy halálra nevettük magunkat. Áprilisban kivitt az édesapám Zugligetbe, mert ott voltam benn lakó, az Agok és a Szőnnek az alsó négy osztálya ott is volt, ez jó levegő volt, meg minden. És mentünk például a bérmezőnél, akit pont akkor temettek egy asszony, egy pokrótba volt, csak barna harisnyás lába, hogy kilógott szegénynek, se lepedő, se semmi nem volt vele. És oda temették, akkor rengeteg embert ott a mérmezőn eltemettek, akkor is. És hát mondom, eddig volt az út, csak mindenféle fegyverek, kézgránátok, és sok robbantás is volt aztán, sok gyerek is, akik fölszedtek mindenféléket, szegények. Én is ismertem egyet. Egy varrónőnek volt a fia Zuglóban, aki felszerett egyet, aztán felrobbant a kezébe. És aztán egyszer csak én megszoktam azt, hogy ez biztos így lesz örökre. Már itt ez el sem lett pucol, ez őre, ez nem lesz soha béke. És kimentünk, és azt láttam, hogy Zugligetben egy gyönyörű, rózsaszínű, virágzó, gyümölcsfák, fehér virágok, sárgák, minden gyönyörű. Kék volt az ég, és fehér kis felhők húztak, a kis bárányfelhők. Hát ilyen is van. Hát kiderült, hogy ott olyan gyorsan jött át a front, ugye, nem volt az a szörnyű szenvedés, aminek mi ki voltunk ott téve több mint két hónapon keresztül. És hát egyszer volt olyan például, hogy kinéztem egy pillanatra,
amikor fölmentem valamiért még a keresztanyám szobájába, ami fél oldala nem volt már meg, de ott valamiért fel kellett mennem, és akkor még láttam egy olyan repülőt, hogy még láttam benne a pilótát, és egy őrült rohantam le, mint a bolond, hogy nehogy meglásson, és hát rám lőjön ott. De szóval rettenetes, furcsa volt. És az, akkor az ember nagyon bátor, és nem úgy van ám, ahogy szokták ábrázolni, hogy az emberek szomorúan ülnek a pincébe. Mert a pincébe annyit mulattunk, hát az embernek mindig a ma, az ma van, tudja? Nem tegnap van, és nem holnap lesz. Az sosem szomorú, mert az ember nem akar boldogtalan lenni, hanem meg akar ebédelni ma, vagy jól akarja magát érezni, vagy jól akar aludni. Én például úgy aludtam, hogy buli kutya mellett, egy buldog mellett, mert csak egy keskeny ilyen ágy volt, és előtte egy pad, hát az volt nekünk, így lerúgott a lába, a kutyának elég volt, mellette voltak két tulajdonos, a két varga lány, vén kisasszonyok voltak, nagyon helyes nők voltak, és azért mondták, hogy gyere ide a buli mellé, mert anyáméknak volt egy kis vaságyféle, amin természetesen a papám aludt, és anyám valami kis matracon a öcsikémmel, tudja? Hát aztán, szóval így meg voltunk, de folyton kártyáztunk, meg hülyeskedtünk, meg ilyen olajmécsesünk volt, tudja, ilyen kis, benne van ilyen valami, mit kell, bél, vagy olyan, mint egy cipőfűző olyan, és akkor az égett. És én nekem ott is tanulnom kellett, mert az apám azt mondta, hogy tessék tanulni, és sose felejtem el, hogy az volt, hogy is volt, hogy Jeanne Pierre-Germain frère sœur discute avec animation de l'emploi de deux mois de liberté kívülne de szúrír. Szóval, hogy a két testvér azért készült, tanult, hogy az időtöltésről beszélt a vakációban, ami éppen eljövendő volt. Szóval ilyenek hülyeségekre emlékszem, még olyan tök sötét volt, és olvastam végig. Nagyon jókat olvastam ott egyébként, és főleg ilyen utazásokat, tudja, ilyen Körösiről, meg mondom, Lóczi Lajos, meg Stein Aurél, meg ezeket. Hát így mondottam, hogy jaj, én csak ilyen keletre utazni, keletre. Annyira szeretem, hogy később aztán az édesanyám, mikor visszament az új életbe, vett nekem a születésnapomra egy könyvet, hogy Napsütéses Indiában, az volt a címe, és azt írta, hogy szorgalmas jó kislánynak, mondom, hát én ezt nem értem, miért írt azt, hogy jó? Hát én nem is vagyok jó. Én úgy éreztem akkor, hogy én egy rossz gyerek vagyok, és én sok mindenre tartozom a szüleimnek. És folyton imádkoztam, meg milyen, csináltam ilyen lelki csokrokat azért, hogy a kis testére meggyógyuljon, meg ilyen örökimádásokat végeztem. Hát aztán ez nekem jót tett, biztos megnevelt engem is, de hát szegényként nem lett egészségesebb. De az érdekes volt, hogy milyen furcsán neveltek minket az apáták, és milyen keményen és jól. Máter Bozsóki, a kézimunkatanárunk, ő volt, aki felvigyázott ránk például vasárnap délelőtt, amikor is ugyan rekreáció volt, de nem játszottunk, hanem mindenki levelezhetett, akivel akart. Én természetesen édesanyámnak írtam, mert minden két hétben lehetett látogatóba jönnie, vagy szombaton jött anyuka, vasárnap apukám, és a közbelső heteken pedig leveleztünk. És hát mi tudtuk azt, hogy nyitva adtuk be, és természetesen, hogy elolvasták, hát ugye gyerekek voltunk, felügyeletet gyakoroltak felettünk. De hát én ennek nem tulajdonítottam semmilyen jelentőséget, és nem is, hát semmi olyat, amit nem észlettek volna meg, de nem is gondoltam erre rá. Hanem egyszer csak, mikor ez a skarlát járvány kiütött, és vége volt, mentünk vissza, mint a többiek tanulni. És pont kézi munkaóra volt az első. És én mentem a szekélyemhez, és nem volt benne a kézi munkám. Azt mondja a Máter Bozsóki, Schubert, hol a kézi munkát? Hát mondom, nem tudom, biztos elvitték a fertőtlenítőbe. Azt mondja, és te miért nem mentél utána? Az embernek a saját dolga után kell mennie. Magától nem fog ez ide jönni. És akkor mondom, hogy milyen kegyetlen, ez biztos utál engem, gondoltam magam, biztos gyűlöl. És képzelj, elteltek évek, és már bent voltam a bencén, már hatodikos vagy hányadikos voltam, amikor azt mondta, hogy te tudod-e, hogy én miért voltam veled olyan szigorú? Mondtam, nem. Mert talán nem tetszett szeretni, de hogy nem. Én olvastam a te leveleidet, és én úgy láttam, hogy te olyan jellem vagy, hogy megérdemled, hogy kemény acél váljon veled, és ez olyan megható volt, nem? Szóval ilyen emberek voltak ezek az apáták, mert azt kérdezte éppen most a napokban, tegnap előtt voltam egy ilyen alapítványi ülésen ebben az iskolámban, azt kérdezte egy fiatal apáca, hogy mitől volt olyan jó ez az iskola? És akkor azért mondta, hogy ilyen emberek tanítottak benne. Nagyon csodásak voltak. Nagyon szerettük őket. Hát gondolja, hogy ostrom után például nem volt semmilyen tankönyvünk.
akkor a Máté Marsovszky lediktálta az egész történelmet, és mind az őrültek skribáltunk és jegyeztünk, akkor nem voltak ugye internetek, meg ilyesmik, nem volt semmi ilyen másoló dolog, hát másoló masinák, hát semmi sem volt, mindent, mindig kézzel írtunk meg, kézzel írtuk le az összes szerepeket, később is a főiskolán is mi még. Ugyanakkor nehogy azt higgye, hogy ezek az apácák például olyan rigorózusok voltak, vagy olyan szenteskedők. Nem, egyáltalán nem, hiszen tudom, hogy maguk is ittak ebédhez bort, ha kellett, mert hiszen leláttunk oda az ő ebédőjükbe, és az egyik máter az például, az maga, ő volt az főszakácsnő, mert voltak ilyen testvérek is, akik ilyen egyszerűbb iskolákat végeztek, akik a takarítást, egyebet végezték, de az főszakácsnő az egy máter, hogy nagyon tanult, kedves hölgy volt, és a többiek pedig mind, hát ugye tanárok voltak, és csak a szakmájuknak éltek. Tehát ezért voltak isteni tanárok, mert nem volt semmi gondjuk, nem kellett nekik vásárolni, beszerezni, erről-arról gondoskodni, mosni, vasalni, semmit. Gyönyörűek voltak, szép, elegáns, finom, ilyen fekete muszlin fátlakva, nagyon szép volt az angoloknak, nagyon szép volt, és ilyen fehér, kikeményített, ilyen kivasalt, és ilyen kolmizott, tudja, kolmi azt mondta, hogy kikeményítik, és akkor kolmizó vassal ilyen hullámokat vasaltak bele, és az a galér olyan volt, mint a páncél, olyan gyönyörű, fényes volt. És ehhez mi szedtük például a gesztenyét, a gesztenyésre, mindenki, és a gesztenyéből csinálták a keményítőt, nagyon érdekes volt, vadgesztenyét, rengeteg vadgesztenyénk volt ott. Most is tartjuk a kapcsolatot, olyan érdekes, nem direkt, tudja, hogy úgy alakult, hogy vagy, ez a, fölhívjuk egymást, meg hát találkozók, mindig ott vagyunk, hát olyan, hogy például az egyik, akik híres ezüstösök voltak, a Wintermantelék, hát a Pintyőke, hát ma már ő is egy 76 éves Pintyő, most is írt nekem, majd fogok neki én is visszaírni, mert ő miért is jön mindig, eljön, tudja, hol lakik? Clevelandben, olyannyira, hogy a Kossuth Évával szerkesztett egy tárogatott című újságot, amiben kért tőlem egy csomó cikket, és akkor valami 7 vagy 8 cikket, amíg ők nyugdíjban nem mentek onnan, addig én is írtam vele. És úgy nevezett valaki, azt mondtam, azt hiszem a Péreli Zsuzsinak mondtam, hogy te veled és a férjeddel is szeretnék csinálni egy riportot, és azt megírom nekik. Azt hova? Mondom, a tárogatóban, a Pintyinek, a Wintermantel. Ez olyan katasztrófa, hogy Wintermantel és tárogató, ezzel úgy kezd neki nevezni. Hát mondom, lehet, idegennek tényleg olyan mulatságos, csak mi annyira megszoktuk. Édesanyám is oda járt, meg a nővére. Másrészt pedig ez egy nagyon jó hírű iskola volt, és ez nem volt, hogy mondjam, olyan bankot adó iskola, mert volt ugye a Margit, azon, meg a Szion, azok rémilyen előkelő iskolák voltak. Ez az egy normális polgári iskola volt, már nem tudom, nem polgári, hanem gimnázium is. Volt itt például liceum, tanárképző, gimnázium, elemi, minden volt. Sőt, azt mondjuk, talán polgári is volt, mert a kereskedelmi is volt itt, igen. Hát én csak a gimnáziumban jártam ide, de mondtam már magának, talán említettem, hogy én annyiféle helyre jártam, első, másodikba a Sacré-Cœurbe, harmadikba az államiskolába, vagy akkor községiskolának hívták a Hungária körúton, akkor negyedikbe az Orsolyákhoz a Stefánia úton, és az első gimnáziumba ide be a Váci utcába, második, harmadik, negyedikbe a Zugligetbe, ötödiktől kezdve újra be. És akkor azt mondják, hogy az ilyen gyerekeknek nem tudnak jól tanulni, én minden az első osztály első voltam. Szóval nem igaz az, hogy megviseli a szemet, semmi nem. Most nekem is van egy barátnőm most is, akinek úgy érzi, hogy a kislányát nagyon megviseli a tanulmányaiban az, hogy a férjét ott hagyta. Hát mondom, akkor engem megviselhetett volna, mert minket is ott hagyott az édesapám. És sok minden, és azt, hogy például minden évben más iskolában voltam, és egyáltalán nem viselt meg a dolog. Nem. Sőt, inkább animált, hogy annál jobb legyek, nem? Egy hatos hálóba laktunk, hat személyesben, az már nagyon elegánsnak számított. Egyszer éjjel ki is öntöttük véletlenül a lavordból a vizet, és akkor elmentünk egy szintelen cipőpasztával fölkeféltük, meg minden, és kilopakodtunk, mert nem volt szabad kimenni persze. Jaj, csoda, nagy kalandoknak éreztük ezeket a dolgokat. Na és aztán lényeg az, hogy azt mondták, hogy hát akkor csináltok valami műsort magatoknak. Hát erre csináltunk is, ha akarja, majd meg is mutatom, megvan még ennek a műsora, hogy mindent a Rásséval is én találtunk ki, de nem írtuk meg semmit, hanem ott rögtönöztük. Elhozta az ő öccse is egy aksolt, egy ilyen akadémikus, elhozta a kis cőge ruháit, azokat fölvettük, hogy mi voltok, a Kadét szerelmet játszották, mint filmet akkor, eljátszottunk abból egy jelenetet, akkor eljátszottuk a Sziámi macskát, emlékszem, hogy a Bok Helének a fürdőköpenye volt rajta, és mondtam, hogy ó, mi jó, jó, miáú, azokat a Szelecki Cicát játszotta, meg eljátszottunk egy csomó darabot, amiket mi magunk ott, egyenesbe találtunk ki,
Hát ma már nem merném azt csinálni. Hát képzelj, 3 órakor kezdtük, és 7-kor azt mondta Máter Vida, hogy a prefekta, hogy na gyerekek, most már hagyjatok abba, mert kell menni vacsorázni. És annyira jó volt. Szóval mondom, ilyen édesek voltak. Nevettek sokat rajtunk. Jelentkeztem magyar-latinra, mert nagyon jó latinista voltam, vagy latin-franciára, vagy magyar-franciára, vagy magyarra, és vagy művészettörténetre. De hát így át volt húzva az én szép kis felvételi kérelmem, mert akkor előző évben kergették szét az apácákat már, és az iskolánk már megszűnt, mint angol kisasszonyok Santa Maria Leány gimnáziuma, hanem Szendrei Júliának hívták, és képzelje, nem tiszta 5-ös voltam, hanem tiszta 7-es. 7 osztályzat, az az egy év volt, meg is van nekem az a vacak, ronda kis bizonyítványom, tiszta 7, ami nagyon elkeserített engem, mert annyira reméltem, mert előző évben még én búcsúztattam a 8-osokat, éppen meg is találtam a szép kis beszédet, írtam nekik, és hát aztán ez a szomorú volt, ugye, hogy egy ilyen idegen helyen kellett, Szendrei Júliának hívták, és már az egész épületet mindenféle egyéb hivatalok, és mint olyan postásoknak volt valami intézete, meg bábaképző, meg ilyenek foglalták el, és hát nekünk az rémes volt látnunk. De mondom, mit akartam mondani? Ja, és akkor, ja, és franciául úgy érettségiztem, hogy a Szegény ember, hogy adod a bölcsőt című József Attilának az első szakaszát fordítottam le egy fejből franciára. Szóval édesapámnak nagyon sokat köszönhetek, mert mondom, amikor a börtönben volt, hogy elkezdtem magának mondani, még az elején, még mikor kijöttem ugye 14 évesen nyáron, a háború után, 45-ben az intézetből, júliusban, hát akkor én még tele voltam boldogsággal, hogy én most már 5-es leszek, és már otthon fogok lakni, még végre nem leszek már bennlakó, hanem nagylán lehetek, és majd fogok járni tánciskolába, mit tudom én, ide-oda. És akkor azt mondja anyuk, hogy apuka börtönben van, azt hittem, hogy elájulok. És az apám még börtönben is, képzelj el, hogy például az Adi verseket kérte be, meg a Misszáliát. A Misszáliát magával is vitte később, és ma is megvan az öcsémnél, a másik. Szóval van nekem 3 féltestvérem öcsémék, akik kinnélnek Ausztriában. És az Adi kötete, az itt maradt rám, de annak még most is olyan szaga van 50 év után, hogy az a börtöni fertőtlenítő értődik rajta, az a valami hihetetlen. Hát aztán mondom, Adira is annyira ő hívta fel a figyelmemet annak idején, annyira szeretem én Adit, hogy ilyen költő, talán nem is tudok mást ennyire szeretni, mint őt, mert aki, én a személyiséget nagyon tudom imádni, és aki ennyire felismerhető egy sorából, az ő. Hát ha egy sorát hallom, akkor tudom, hogy ez Adi, ez csak Adi lehet, ugye? Olyan csodálatos szó összetételei vannak, olyan a szó használata, és olyan hihetetlenül meg tudja ragadni a lényeget. Nem is értem, hogy mit nem értettek akkor azon, hogy fekete zongora, vagy mit akartak megmagyarázni, hát nem értették, hogy megöl a disznófejű nagyúr, hát micsoda csodák ezek, micsoda isteni, hogy a különös-különös nyári éjszaka volt, hát milyen szép ez. Kató a misében csak annyit mondta, hogy az izmos pap, és akkor tudom már, hogy ez az izmos pap, ez ennek az áldozata lett a kislány, ugye, azért kellett kidobni a magzat, persze, szóval annyira rá, nem tudom, imádom. Emlékszem, amikor Párizsban éjszaka lejöttünk a Montmartre-ról, még Szinátár nevetett is, mert elkezdtem kiabálni, hogy ó, pirban fürdő, szépséges világ, pihent lelkeknek boldog lomha kéje. Jaj, rejtelmes, édes, 1000 puha fészkű, gyönyörű Párizs, de jó volna élni. És szóval ezt ott kiabáltuk és szaladtunk le. Nagyon jó volt, nagyon jó volt. Aztán még egyszer az ilyen jókat nem lehet még egyszer átélni.